December 12-én a Kovács Pál Művelődési Központban tartotta meg a Hópihe Karácsony című rajzpályázat eredményhirdetését a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A gyermekrajzokból készített kiállítás december 20-áig tekinthető meg a Művelődési Központ kistermében. Sok oka van annak, hogy a felnőttek és a gyerekek ennyire szeretik a karácsonyt. A hideg téli estéken, amikor odakint a havat fújja, hordja a dermesztő szél, nem csak a testünket melengetjük, hanem karácsonykor a lelkünknek is jól esik ez az ünnep. A hívő ember számára ez a nap maga a fényesség, hiszen megszületett, igaz, hogy már nagyon régen a megváltó, és a születés öröme mindig minden ember számára ünnep. A karácsonyfává öltöztetett zöld fenyő is az életet hozza be nekünk a szobába, mert a természet így üzen nekünk, hogy odakint tél van, és hó, és halál, de itt van nektek emberek a remény zöldje, mert az élet végül, minden tavasszal, újra és újra győzedelmeskedik a halál felett. Az ünnephez tartoznak a mindenhol csillogó fények is, utcán, házakon, középületeken és benne a szobában a karácsonyfa körül, amelyek szintén azt jelzik, hogy a világosság és az élet jelen van mindenhol. Míg több száz évvel ezelőtt sok embernek a gyertya kicsi lángjával is takarékoskodni kellett, ma már a színes és végtelen gazdagságban kapható díszgyertyák és modern villanyégők díszítik az asztalunkat, a karácsonyfánkat, és hirdetik, hogy megérkezett az ünnep, és beteljesedik a várakozás. Mindezeket egy kisebb vagy nagyobb gyermek szóban nem tudja megfogalmazni, de ha ezt le kell rajzolni, akkor már könnyű dolga van. A Hópihe Karácsony című pályázatra beküldött rajzokon ezeket a közismert jelképeket láttuk. Karácsonyfák és fények, család és ajándékok, öröm és remény. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat már 14. alkalommal hirdette meg a rajzpályázatot, amelyre ezúttal is nagy számban érkeztek az alkotások. Ozsvát Nóra, a szolgálat munkatársa köszöntötte az eredményhirdetésre meghívott gyermekeket és szüleiket. Elmondta, hogy a pályázat célja az volt, hogy a gyerekek rajzolják le, hogyan ünneplik családjukkal együtt a karácsonyt. A résztvevők közül 11 kisgyermek részesült tárgyutalomban, amit Ozsvát Nórától vehettek át. A gyermekrajzok a Kovács Pál Művelődési Központ kistermében tekinthetők meg december 20-áig.